mai videómban a hajamról szeretnék néhány szót mondani, méghozzá arról, hogy hogyan lett ilyen hosszú, valamint az aktuális hajápolási termékeimet, illetve egy hajformázási rutint is bemutatok nektek. Többen észrevettétek, hogy bizony eléggé megnőtt a hajam, és kértétek, hogy beszéljek róla pár szót, hogy mégis hogyan sikerült. Természetesen nincs olyan csodaszer, amitől egy hónap alatt közel 30 cm nő a haj póthajamban. Kértétek, hogy mondjam el, hogy milyen technikával lett felrakva. Én a hajhosszabbítás egyik legkíméletesebb és leggyorsabb módszerét választottam. Ez úgy kezdődött, hogy csatos póthajakat rendeltem eBay-ről, két csomaggal, ami átszámolva körülbelül 10.000 forintba került, de ezek 100%-os emberi hajból készült póthajak. Én a 70-80.000 forintos hajról sem vagyok benne 100%-osan biztos, hogy igazi hajból készültek, de ezek a Remi póthajak teljesen úgy viselkednek, mint az igazi haj, tehát lehet mosni, vasalni, göndöríteni, festeni, tehát teljesen olyan, mint egy igazi haj. Csatosat rendeltem, és a fodrászom felvilágosított, hogy bizony, hogyha leszedjük a csatjait, akkor föl lehet varni a saját hajamhoz. Ugye eléggé fárasztó, meg időigényes volt minden reggel felcsatolgatni, este meg kicsatolgatni, így bele is vágtunk, kértem tőle az időpontot, és tényleg egy óra hossza alatt felrakta a három sort, ilyen hosszú sor. Mutatom is nektek, hogy milyen technika, tehát a saját hajam itt van, a tetején, hát ugye szépen meg van mosva, nem zsíros, be van tupírozva, akkor ugye nem is látszik. De remélem, hogy látszódik a kamerában, látszódik. Felemelem a saját hajam, és akkor itt van a sor, az első sor, itt körben. És hát elég jó dús, mert ez olyan haj, hogy el van itt vékonyítva a vége felé, tehát itt a legdúsabb, tehát látszódik is. Rárakom a sajátomat, hogy itt azért elég jó kis dússágot adott neki. A második sor az alatta van közvetlenül, nem tudom, hogy ezt most fel fogom tudni emelni, talán itt oldalt. Igen. Itt a második sor, és az alsó sor pedig itt van. Hoppá. A varrás mennyire látszik, tehát sima pelenkaöltéssel, bőrvarró cérnával készítette a fodrász. Egy olyan két hónapig biztos, hogy benne lesz, mert egyrészt sajnos nem is nő olyan gyors ütemben a hajam, és tényleg érződik, hogy tényleg jó erősen belevarta. Az első nap volt, az első éjszaka olyan kellemetlen, ugye húzta a saját hajam, de utána abszolút megszoktam, tehát most már nem is érzem, hogy benne van. Tehát látszódik, hogy ugye itt a saját hajam, tehát ilyen hosszú sajnos még. De szerintem egyáltalán nem látszik, hogy póthaj van benne, hogyha ugye úgy igazgatom, úgy fésülöm, úgy formázom, hogy eltakarjam. Mert bocsi az arcomért, még nincsen kész a smink, azért nézek ki ilyen sápadtan, az majd a következő lesz. Tehát az eBay-ről megrendeltem a póthajakat, a két csomag durván 10.000 forintba került, és a fodrász pedig a három sort soronként 1.500 forintért varta föl. Ugye az 4.500, tehát összesen 14.500 forintba került nekem ez a hajhosszabbítás. Nem vagyok egyébként otthon a hajhosszabbításban, nem igazán ismerem a technikákat. Tudom, hogy van ilyen, hogy gyűrűzés, meg hőillesztés, de szerintem azok ilyen különböző anyagokat tartalmazhatnak, és nem vagyok benne biztos, hogy jót tesz a hajnak. Ez viszont, mivel a saját hajamhoz van hozzávarva, semmilyen kémiai anyag nem ér hozzá, így szerintem ez a legkíméletesebb módja a hajhosszabbításnak. Persze mondom, nem ismerem, így ha ti más véleményen vagytok, azt nyilván elfogadom. Mivel ugye póthajról beszélünk, tehát nem a saját hajam, így a hajtövektől nem kapja azt a tápanyagot, mint a saját hajam, így olyan ápolószereket kell hozzá választani, amik puhítják ezt a hajat, mert tényleg nagyon hamar kiszárad. Eddig én körülbelül, hát
Eddig én körülbelül olyan heti háromszor mostam hajat, mert elég vékony szálú lapos, és nagyon hamar zsírosodik, egyszerűen muszáj volt, hiába próbáltam kihúzni, hogy csak kétszer, vagy esetleg egyszer mosom egy héten, egyszerűen vállalhatatlan volt olyankor a fejem. És a póthajnál viszont kénytelen vagyok kettőre lecsökkenteni az eddig heti három hajmosást, mert tényleg hamar kiszárad. Így olyan hajápoló szereket, sampont, illetve balzsamot vettem, amik elég jól puhítják. Az egyik az Elsevnek, ez a piros festett és melírozott hajra való samponja különben. Nekem ugye nem festett és nem is melírozott, de ez nagyon jól puhít ez a sampon. Tehát érződik is, hogy miután megmosom, olyan teljesen olyan a fogása is, mint a saját hajnak. Illetve balzsamnak, hát ezt biztos rengetegen ismeritek, ez a Latte, Serical Latte teljes hajpakolása, aminek ilyen eszméletlenül édes, émeítő, teljes vaníliás, karamellás, nem is tudom hirtelen mihez hasonlítani, illata van, és mikor fölviszem ugye a már megmosott hajamra, akkor eszméletlenül bepuhítja, könnyen fésülhető, és miután lemosom és megszárítom, és nagyon könnyen kezelhető ez a póthaj tőle. Biztosan vannak speciálisan póthajra kitalált termékek, de azt hiszem, hogy már interneten is találkoztam velük, de horror áruk van számomra, és ezt is interneten olvastam, ilyen fórumokon, hogy mit érdemes használni a póthajra, és ezeket ajánlották, mert tényleg nagyon jól puhítja a hajat ez a két termék, úgyhogy ezt beszereztem. Hát ez azt hiszem akciósan 650 forint körül volt ez a sampon, ez pedig 1170 forint, de hát ez nagyon sokáig elég, mert ez egy literes verzió. Használtam már ennek a keratinos hajpakolását, amikor tönkretettem ugye a saját hajam, és megpróbáltam helyrehozni, az is nagyon bevált, azt is nagyon szerettem, de ez még egy plusz puhítást ad a hajnak. Most frissen van mosva, és meg van szárítva, hát látjátok, hogy fufut vágtam magamnak, mert akartam egy kis újítást, nem tudom mennyire áll jól, nekem tetszik, mint hogyha fiatalabbnak is tűnik vele. És akkor hajmosás után még nedvesen ezt a hajregeneráló balzsamot szoktam még használni. Ez egy ilyen fújós hajban maradó készítmény, amit száraz és nedves hajra is lehet. Tehát szoktam használni hajmosás után, valamint miután megszárítottam, még a korát fújom vele a hajam, mert ez is nagyon szép fényt ad neki, illetve szintén puhítja, mint a másik. Ja, azt még majdnem elfelejtettem, hogy hajhabot szoktam néha még használni a nedves hajamra, ezt nem mindig, de ezt is inkább csak a tövekre, hogy ugye megemelje, egy nagyobb volument adjon neki, a Taftnak ezt a fehér hajhabját. És akkor most pedig egy hajformázást fogok nektek bemutatni, egy egyszerű hajsütővel elkészíthető loknis frizurát. A Babyliss Sublime Touch 32 mm-es hajsütő vasát használom a göndörítéshez, az 5-ös fokozaton. 10 fokozata van, de én a közepeset szoktam választani, a felső a bekapcsoló gomb, és folyamatosan villog, amikor elérte a megfelelő hőmérsékletet. Egy hajcsatra van szükségem, még valamint egy csipeszre, ám még mielőtt a sütést elkezdem, a fejtetőn lévő hajszálakat fölcsavarom öntapadós csavarókra, amivel csupán csak az a célom, hogy megemeljem a hajtöveket, tehát nem szeretném, hogy ott göndör legyen, csak egy tartást, egy volument szeretnék ott azon a területen. Ezek öntapadós csavarók elméletileg, ám mivel én elég vastag tincseket veszek föl, így csipesszel is rögzíteni szoktam. Ugye a hajam végeit egy stílfésűvel szépen beigazgatom, hogy ne legyen csúnyán megtörve. Ezután következik a sütés, ilyenkor van szükségem először is a csatra, hogy a felső részen lévő hajamat föltűzzem, hogy ne zavarjon be, majd pedig kezdődhet a göndörítés. Átfésülöm a hajam, hogy sima legyen, majd az arcomból kifelé, illetve hátrafelé irányuló mozdulatokkal sütöm, tehát ezt majd mindjárt fogjátok látni, mert kicsit nehéz így elmagyarázni. Tehát így hátrafelé kezdem el sütni a hajam, úgyhogy folyamatosan fogom a végét. És mindig mozgatom hátrafelé a vasat, amíg teljesen végig nem értem.
egy pár másodpercig benne hagyom a vasban a hajamat, és utána engedem le szépen, úgyhogy a sütővasnak ezt a kis fogantyúját végül is mozgatom. Hát aki sütött már hajat, az tudja, hogy miről beszélek, és ilyen szép kis loknis lesz az eredmény. A rövidebb tincseimet is természetesen besütöm. Ezek kiszoktak esni a sütés közben a sütőből, mert ugye sokkal rövidebbek, mint a póthaj, de általában visszatérek és besütöm őket, de van, amikor nincs is rá szükség, mert csak a hajam közepétől kezdek göndöríteni, és nagyon szépen beleolvad különben a végén, majd fogjátok látni. A kész tincseket hajlakkal lefújom, és így hagyom majd kihűlni, majd pedig a csipesszel összecsatolom, hogy ne zavarjanak be a következő sorban, és akkor folytatom tovább. Itt látszódik egyébként, hogy nincs nagy különbség a póthaj és a saját hajam között, tehát ugyanúgy viselkedik, mint az igazi haj, ugyanúgy meglátszik benne a hajcsatnyoma, mint a sajátomban. És akkor szintén átvésülöm a tincset, hogy sima legyen, és ugyanúgy hátrafelé és az arcból kifelé irányuló mozdulatokkal sütöm tovább. Azt elfelejtettem mondani az elején, hogy a hajfelvarrásnak a technikája az, hogy a saját hajamba nagyon szorosan a fejbőrhöz parkettafonást készítenek körben. Egy nagyon pici, ilyen befőttes gumival rögzítik, és ezekhez a fonatokhoz varják hozzá a póttincseket. A frufrumat van, amikor simán csak egyenesen hagyom, van, amikor begöndörítem a végét, de olyan is előfordul, hogy hátrafelé becsavarom egy csavaróval. Miután kiszedegettem a csavarókat, átvésülöm a hajam egy nagy hajkefével. Ezt én sokkal jobban szeretem így csinálni, mert hogyha nagyon jó alaposan kikefélem, akkor a saját formáját találja meg a haj. Tehát beáll egy természetes formára. A tetejét megtupírozom, a töveket, és ugye hajlakkal is befújom. Csak azokat a részeket tupírozom, ahol hajcsavarót használtam. Majd az egész frizurát a formára igazítom. Van, amikor egyben hagyom alul a hullámokat, ilyen klasszikus retro formában, de van, amikor az ujjaim segítségével szétválasztom a tincseket, ugyanabban az irányba csavarom, mint amerre sütöttem. És egy ilyen kis laza loknis frizura lesz belőle. Mutatom hátulról is, hogy milyen lett az eredmény. Tehát egyáltalán nem látszik, hogy póthajam van, szerencsére. A frufrumat van, amikor hagyom oldalt, illetve van úgy, hogy ahogy éppen most is látjátok, előre fésülöm az egészet ilyen barbis hatásúra.
És akkor ez volt az én mostani aktuális hajformázási rutinom, amit nappalra és estére is egyaránt lehet viselni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!